Kedves szülők, ebben a videómban óvodáskorú gyermekük grafomotoros fejlesztését tűztem ki célul, azaz az íráskészség megalapozását. Ezt játékos mesés formában szeretném megvalósítani, amelynél segítségemre lesz majd Ceruza Karjás, a Ceruza Manocska is, aki végigkíséri a játékos feladatokon a gyerekeket. Ezek a feladatok, amelyeket most a gyerekekkel együtt párhuzamosan meg fogunk oldani, ezekhez szükséges képek a Játékos Suliváró című könyvben találhatók, a nagy többségük, illetve lesz még olyan segédlet, amelyet szintén a képekkel együtt ingyenesen, szabadon le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a gyermeksziget.hu oldalról, és így megoldhatóvá válik az, hogy velem párhuzamosan a gyerekek is rajzolhassanak. Most pedig nincs más hátra, hogyha kinyomtatták a szükséges képeket, segédleteket, előkészítettek egy grafit ceruzát, illetve színes ceruzákat, akkor most a gyerekekhez szólnék, mert indulhat Ceruza Karjás kalandja. Kedves gyerekek, eszembe jutott egy nagyon remek gondolat. Tudjátok, hogy mit fogok most csinálni? Rajzolni fogok. És nézzétek csak, éppen itt jön Ceruza Karjás. Na, majd szólok neki, hogy rajzoljunk együtt. Ceruza Karjás, Ceruza Karjás. La 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 la. Ceruza Karjás. Igen? Szia? Szervusz. Arra gondoltam, hogy rajzoljunk együtt, örülök is, hogy éppen erre jártál. Az a baj, hogy én most nem érek rá. Nem érsz rá? S miért? Mennem kell rajzos meseországba, úgyhogy el kell mennem, bocsánat. Szia! Viszontlátásra, Ceruza Karjás, nagyon sajnálom. La 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 la. Hát most akkor egyedül maradtam. De nézzétek csak, gyerekek, itt valamiféle hüppögést hallok innen a könyvből. Mi lehet ez? Sírást, hüppögést hallok ebből a könyvből. Meg is nézem, mi lehet itt a baj. Valami nagy gond van. Ceruza Karjás! Ceruza Karjás, gyere vissza! Igen? Úgy látom, hogy csak te segíthetsz itt a könyvben ezeknek a kis figuráknak. Tényleg? Bizonyám. Gyerekek, nézzétek meg ti is, hogy mi itt a probléma, és próbáljunk rajta segíteni. Nézd, ezeknek a figuráknak hiányzik valamiük. Mi történt? Segíts, Ceruza Karjás! A gyerekek felrajzoltak minket az aszfaltra, de jött esőúrfi, és mindannyiunkról lemosott részleteket. Kérlek, segíts visszarajzolni a részeinket, rimánkodtak a lerajzolt figurák. Ceruza Karjás persze nem hagyta cserben kis barátait, és visszarajzolta az elmosódott részeket. Rajzold meg te is a saját rajzodon. Ugye nem felejtetted el, hogy a kisgyereknek 5 ujjat rajzolj, a kiskutyának pedig hány lábat? 4-et. A ház tetejére kéményt is rajzolhatsz, amiből gomolyog vidáman a füst. Ceruza Karjás tovább ment, és útközben látott egy autót, amelyik nagyon kanyargós úton haladt. Mivel az út mentén báránykák legelésznek, ezért segített az autónak úgy végigmenni az úton, hogy ne térjen le az útról, és a bárányoknak ne essen bántódással. Rajzold meg te is! Most az ujjaddal fogsz rajzolni. Tedd magad elé az álló egyenes vonal képét. Ügyelj arra, hogy a pici piros szívecske mindig a bal felső sarokban legyen. Tedd a mutató ujjad a piros pontra, majd húzd végig a vonalon.
Ismételd meg ezt 5-ször. Ugyanez lesz a feladat a fekvő vízszintes vonallal is. Tedd magad elé a papírt, de ugye nem felejtetted el, hogy a piros szívecskének a bal felső sarokban kell lennie. Ha előtted van a fekvő egyenes képe, tedd az ujjad a piros pontra, és húzd végig a vonalon az ujjadat. Most ugyanezt ismételd meg 5-ször. Most a kör képét fogjuk megrajzolni. Ugyanúgy tedd magad elé a lapot, ahogy idáig, a szívecske a bal felső sarokban legyen. Tedd az ujjadat a piros pontra, és rajzold körbe a nyíl irányában a kört. Ezután ismételd meg 5-ször a kör ujjal való rajzolását. Megpróbálhatod ezeket a formákat papírra is lerajzolni, és ebből egy szép képet készíteni. Húzz egy hosszú fekvő egyenest a papír aljára, láthatod hogyan. Majd rajzold meg a fát, először a törzs egyik felét, másik felét, a lombját pedig szép szabályos körből formáz. A papírlap másik felére még egy fát rajzolhatsz. A fa lombjára kis gyümölcsöket rajzolhatsz, szép kerek almákat. Másik falombjára is rajzolj almákat. A földre fűszálakat is rajzolhatsz. Föntről lefele húzd végig a vonalakat, a fűszál vonalait, egymás után szépen sorban. Végig rajzoltad a fűszálakat, utána a képedet ki is színezheted. Ügyes voltál, jó munkát kívánok!